Folytatjuk a Tamási Áron gimnázium kollégiumának hát mondhatjuk sztorinak szomorú történetét. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan tud a magyar kor? Egyrésztről sikerült-e önöknek beszélni az ottaniakkal? Tudtak-e valamilyen információhoz hozzájutni? Első, és ezt köszönöm szépen, hogy ki is javított, hogy nem sztori, hanem szomorú történet és szomorú események. Az emberben legelső az a részvét, meg az együttérzés. Én tegnap kora délután, mikor történt az eset, utána tudtam meg, és utána mentem a török-magyar kulturális évadnak a megnyitójára, csodaszép ünnep volt, de hát végig ez alatt a hírnak a terhe alatt voltam, és próbáltam tudakozódni, és sajnos sikerült. Első kézben hallottam, hogy az a kisrác fiatalember, aki egyébként most karácsonykor lenne 18 éves, hogy sajnos elhunyt, és hogy mi történt összességében. Tehát együtt érzünk szülőkkel, hozzátartozókkal, diákokkal, pedagógusokkal, egész közösséggel és hát az ottani székely emberekkel, mert nyilván ez a tragédia, ez mindenkinek szomorú, és az egész városra, illetve hát Székelyföldre nyilván most rányomja a bélyegét a karácsonykor. A középiskola főépületét és a kolostor épületet, ha jól tudom, magyar kormányzati segítséggel újult meg. Számíthatnak-e esetleg a kormányzat további segítségére? Ugye, ez a másik, ami az embernek a szívét még inkább fájdítja, hogy egyik oldalról korábban valóban a főépület, csodaszép főépület, még a magyar időkben, ha szabad így fogalmaznom, akkor épült épület, az már megújult. Egy másik kisebb épület is, ami a főtéren van, és az is csodálatosan szép lett, és nagyon jó minőségben. És a költségvetésünkben, a 2024-es költségvetésben, amit mi már júniusban elfogadtunk az országban, de országgyűlésben, de nyilván hát ez jövőre esedékes, megvolt a pénz, félretettük a pénzt, ezt be is jelentettem néhány hete Székely udvarhelyen, hogy meg fogják kapni ezt a közel 700 millió forintos támogatást, amivel pontosan ezt a kollégiumot újították volna föl. Tehát ilyen értelemben és egy szomorú egyik oldalról ez a dolog, de sok mindenre rávilágít. Nyilván az, hogy mi történt, hogy történt, ez a hatóságoknak a dolga eldönteni. Az viszont szerintem üzenet sok-sok kritikusnak, akik akár Magyarországon belül, akár esetleg a szomszédos országokban politikai okokból kritizálják, hogy miért támogatunk ottani építészeti dolgokat, beruházásokat, felújításokat, több száz vagy akár közel 1000 éves épületeknek a felújítását, itt most egy több mint 100 évesről beszélünk egyébként, hát pontosan ezért, mert nyilván az állaga a kommunizmus alatt megromlott, a szörnyű állapotban kapták vissza adott esetben, vagy az egyházak, vagy a magyar önkormányzatok, és éppen ezért nyilván próbálunk segíteni, amennyire tudunk, de hát ez csak ütemesen lehet megvalósítani. Én említette, szóba hozta ezt a török-magyar ünnepséget is, de hát Békés megyében is járt, és tulajdonképpen a nemzetiségek békés egymás mellett éléséről beszélt arról, hogy mennyire fontos a béke üzenete szempontjából az, hogy a nemzetiségek úgy éljenek egymás mellett, hogy támogatják egymást, hogy segítik egymást, hogy összefognak. Hogy karácsony közelettében mi az üzenete? Csodaszép ünnep volt valóban Békésvár megyében, és azt kell mondanom, hogy a 13 nemzetiségből 9 ott van jelen ebben a vármegyében. Mondtam is példaként, hogy amikor 2-3 évvel ezelőtt egy ilyen Európa tanácsi északról érkezett, skandináv államból érkezett észosztó, mondta, hogy kellene a nemzetiségekkel foglalkozni Magyarországon, akkor én a beszédemben most ezt mondtam, hogy ezt az embert elhoznám ide. Akkor is javasoltuk, hogy jöjjön el ilyen környezet, vagy lássa, hogy működik a Magyarországon nemzetiségi önkormányzatiság, hogyan működnek az iskolájuk, az ő fenntartásukkal sok helyen, milyen módon újultak meg egyébként ott is iskolai épületek, tehát amikor valaki kritizálja, hogy határon túl miért támogatunk iskola felújítást, ugyanúgy ezt megtesszük Magyarországon is, így például a nemzetiségi iskoláknak Békésvár megyében is hát fél tucat vagy tucat újult meg az elmúlt időszakban. Én ezt mind-mind elmondtam annak idején ennek a
skandináv embernek, hogy nagyon szeretjük, ha ide jönnek tanácsot adni, de ne akarjanak minket mindenáron mindenről kioktatni, mert az a 9 nemzetiség, akik ott Békés vármegyében élnek, vagy szerte az országban a 13, bizonyítja, hogy mennyire jól együtt tudunk élni, és az a békesség, ami kicsiben ott megvan, tulajdonképp ez de ennek kívánatos, hogy a Kárpát-medencében élő nemzetek között meglegyen, mi erre törekszünk, és azért erre hála Istennek sok-sok jó példa van. És tulajdonképpen az egyházak és az egyházi oktatás is fontos ebből a szempontból, hiszen 10-szeresére nőtt nagyjából 12-13 év alatt az egyházi intézményeknek a... Hát a létszám az olyan 2-szeresére nőtt, de az elmúlt 30 évben valóban hatalmas nagy változás történt. Mikor lesznek, úgyhogy önök hogyan számolnak, hogy mikor lesznek ennek olyan eredményei, amik már indokolják azt, hogy további fejlesztéseket tesznek, további átadásokat tesznek indokoltá? Most az egyháziskolák. Igen, egyháziskolák. Hát ugye ezt is főleg a baloldal részéről óriási nagy támadás éri. Gyurcsány Ferencék azzal is fenyegetőztek 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt a választásokkor, hogy majd ők megtanítják, hogy a papok hogy tanítsanak, mint tanítsanak, illetve majd visszaveszik a támogatásokat. Ez többszörösen is elfogadhatatlan gondolkodás, mert nyilván akik egyháziskolában járnak gyerekek, azoknak a szülei ugyanolyan adófizetők, ugyanúgy magyar állampolgárok, teljesen értette, hogy minden olyan támogatást nekik is meg kell kapniuk, mint bármilyen más iskolába járok. Mindamellett pedig az a helyzet, hogy töretlen az egyházi iskolák fele a bizalom, még akkor is, hogyha vannak rossz hírek. Még akkor is, hogyha most a napokban is 2 szerzetesi fenntartású iskolából is olyan hírek jöttek, hogy politikai befolyásoltságot akartak baloldalról ráerőltetni, és vagy erőltettek is rá az iskolára. Miközben, hogyha mit tennénk ezt, akkor pedig Brüsszelig, meg nem is tudom, meddig szaladnának a panaszukkal. Tehát dacára annak a mai hírnek is, miszerint ez a bizonyos tanár, aki a 444-nek azt a propaganda videóját levetítette fizika órán, ugye őről kiderült, hogy arról is faggatta a diákokat, hogy hova szavaznának. Mi a teljesen elfogadhatatlan, tehát ezt 18 év alatti gyerekekkel ezt megtenni. A következő lépés az az, hogyha az mondjuk az ő nézete, teszem azt jobb oldal, és valaki baloldalinak mondaná magát, akkor az megbuktatja, vagy mit csinál vele, de ellenkező esetben is katasztrofális a dolog. Valószínűleg egyébként ellenkező esetről volt szó, mert nem véletlenül vitt be egy 444 vagy micsoda, tehát egy ilyen szélső baloldali, mondjuk egy hanyanarista hírportálnak a gondolatmenetét, és történt ugyanez a másik iskolában is. Érthetetlen számomra egyébként, mert az egyházi iskolák mindig is a nemzetről szóltak, és itt nem arról volt, hogy nemzeti kormányról, hanem a nemzetről, a kereszténységről szóltak. És akkor, amikor pont mondjuk a bal oldalról, vagy szélső balról a kereszténység ellen folyamatos támadások érkeznek, akár erkölcsi oldalról is, vagy bármilyen más szempontból is, akkor miért kell azt a propagandát egy egyházi iskolába a gyerekeknek a fejében tudatosítani, vagy elfogadtatni, vagy egyáltalán bemutatni. Van elég negatív impulzus enélkül is, tehát én részemről ezt abszolút elítélem mind a 2 helyen. Nyilván az ez iskolának, illetve a fenntartónak a dolga, hogy előbb-utóbb döntsön ezekről a történésekről. De szerintem nem baj, hogy ez felszínre jött, mert talán a következő időszakokban az ilyen pedagógusok, ilyen tanárok azért jobban meggondolják, hogy mit terveznek, és milyen lépésekkel bombázzák a gyerekeket. Soltész Miklós, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.